Csisa Tibor elégedett lehetett a két spanyol játékosával, Gallardo és Fernando a múlt héten bejöttek a második félidőre, és eldöntötték a Siófok elleni meccset, most mind a ketten kezdtek, miközben Seydi és Luke kimaradt a csapatból. Itt is ugyanaz történt, Pintér Attila két legutóbb még csak csereként beszálló középpályást rakott a kezdőbe, kimaradt Trajkovic és Trestik, bekerült viszont Kronaveter és Pátkai Máté is az első pillanattól fogva a Győr csapatába. 8000 néző Miskolcon támad a pirosmezes Diós Győr, amely legutóbb hátrányból fordított a Siófok ellen, most Gallardo lövése után üti ki a labdát Stevanovic, az Eto kapusa. Ez a 41. perc. Kronaveter teszi oda Koltainak a labdát, a védők egy picit lekésnek, és egy őrületesen nagy gól. Vezet a győri csapat. Koltai második gólja az idén, szenzációsan eltalálta, Ribánszkinak esélyt sem hagyott. Még a felső léc is besegített Koltai Tamásnak. Abdurrahmanék itt már érzik a veszélyt, de nem tudnak blokkolni. Az első félidőt követően tehát előnyben az Eto, amely legutóbb 5 gólt rúgott a Kecskemétnek. Koltai a második félidő 11. percében, nem volt túl életerős a lövés, de Ribánszki bevédi. 2-0 a vendégcsapat javára Koltai duplájával. Koltai befelé húz, a csereként beáll Jeff Silva mellett, aztán Fernando sem ér hozzá. Pattogós a lövés, lehet, hogy ez zavarja Ribánszkit. Ez már a 66. perc. Jeff Silva elszámolja magát. Koltai az elsőhöz hasonlóan nagy gól megint. Mester hármas. Koltai ezzel 4 gólos a mérkőzés pillanatában, Koulibalyval holt versenyben első a góllövő listán. Tavaly a teljes szezonban 26 mérkőzésen 6 gólig jutott Koltai. Szenzációsan kezdi ezt az idényt. Ráadásul gyönyörű gólokat szerezve. 72. perc. Alexidze vissza Kronaveternek. Ribánszki remekül vetődött ki a kapujából. 77. perc. Bohér a bal oldalon. Jó a középreadás, ellentétben ezzel az ollózási kísérlettel Tisza közeli lövését védi, aztán Stevanovic. Seydi próbálkozott először, aztán pedig a nem sokkal korábban beárt Tisza. 80. perc. Hanek elszámolja magát, aztán visszarántja Alexidzét. Szabó Zsolt pedig úgy ítéli meg, hogy a támadó gólhelyzetben ugrott volna ki. Azonnal a piros lapot mutatja fel így Mihály Haneknek. Nem csak 3 gólos hátrányban, de immár ember hátrányban is a Diós Győr. És jön a szabadrúgás az esetet követően. Dinyár, egy szenzációs Ribánszki védés még a végére. Így is simán győz azonban az Eto 3-0-ra a Diós Győr otthonában.